Megvettem Petrovszky Marca és a Kovaszefix-es srácok kriptovaluta tanfolyamát, aminek a weboldalán azt állítják, hogy az átfogó elméleti tudástól a pénzcsináló stratégiáig mindent elsajátíthatok. Azt mindannyian tudjuk, hogy a kriptóval tele van az egész YouTube, Twitter, Instagram és TikTok, és mindenhol csak azt látjuk, hogy nyernek, nyernek, nyernek és nyernek, és azt mutatják, hogy ebből szinte mindenki gazdag lehet. Vagy legalábbis ezt akarja velünk elhitetni a social media. Igazából 2020 óta van kriptóm, azóta felületesen követem ezt az egészet, és ez persze azt jelentette, hogy beletettem a kis 10-20-30 ezer forintomat egy kriptóba, bitcoinba, litecoinba vagy ethereumba, és vártam, hogy gazdag legyek. Minden nap nézegettem a chartot, persze semmilyen elemzés nélkül, és vártam a csodát. Persze nem tudtam semmit a blockchainről, nem tudtam semmit a kriptovaluták világáról, vagy hogy hogyan is működik ez az egész, igazából olvasgattam a híreket, és hogy az előbb mondtam, vártam és vártam. Aztán elég hamar rájöttem, hogy ez az egész nem teljesen úgy működik, ahogy én gondolom, szóval akkor úgy voltam vele, hogy félre is teszem ezt az egészet későbbre. És mivel nem tudtam tényleg semmiről, hogy nagyjából hogy működik, nem tudtam, hogy hogyan kell kereskedni, vagy hogyan is kell ezzel az egésszel igazából pénzt keresni, ezért amikor elsőnek értesültem a srácoknak a tanfolyamáról, ugye láttam, hogy átfogó tudás magáról a kriptovaluták világáról és magáról a kereskedésről is szól, ezért úgy gondoltam, hogy na, ez az, ami nekem kell. Na de most ugorjunk a videó lényegére, és nézzük, hogy mit is kapsz ebben az egész tanfolyamban. Miután regisztráltam a platformra, a profilomnál a tananyag fülben már meg is kaptam az egész kurzust. 17 hosszabb videót kaptam, kriptó elmélet és gyakorlati kereskedés összesen kb. 10 órán keresztül. Az első 6 videó igazából egy átfogó elméleti tudást ad magáról a kriptovaluták világáról, itt igazából mindenről szó esik, amit a weboldalon láthatsz. Tehát, hogy mik azok a kriptovaluták, milyen tőzsdéken kereskedj, hogyan tárold őket, hogyan is működik a blockchain, az NFT-k, és persze, hogy mik ezekben a potenciál. Köszöntelek a Fibonacci szintek videóban, ahol meg fogjuk beszélni az egész mindenségét a Fibonacci-nak, hogy mégis miért van, miért létezik. Ezen kívül persze szó esik az adózásról, a leggyakoribb átverésekről, és persze Marci tapasztalatairól, személyes tanácsairól ezekben a témákban. Ez a rész igazából szerintem tényleg arra való, hogyha új vagy a kriptovaluták világában, és ezzel szeretnél majd később foglalkozni, akkor ez a rész ad neked egy átfogó elméleti képet, hogy mi hogyan is működik a blockchain, és mit valójában hogy is érdemes csinálni. Különböző kriptovaluták, de leginkább úgy mondanám, hogy a blockchainnek a use case-ét fogjuk megnézni, azaz, hogy mire lehet használni magát a blockchain. Ebben a 6 videóban Marci szerepelt, ő adta át a tudását a témában, a következő 11 videó pedig innenstől kezdve kereskedés. Ezt a Kovaszefix-es srácok mutatják be, akik alapból amúgy Forex-el foglalkoznak, és nem csak foglalkoznak vele, hanem tanítják is. Igazából ezekben a videókban az alapoktól kezdve a srácok lépésről lépésre részenként mutatnak be neked egy kereskedési stratégiát, hogy egy kicsit jobban megértsd, hogy mi a helyzet, vagy hogy itt én mire is gondolok. Például vannak a erősebb megegyezési szintek, mint a support és a resistance zónák, és vannak például a Fibonacci szintek, amik segítenek neked megtalálni a komoly és a tökéletes beszállót. És például ezt a kettőt is teljesen az alapoktól kezdve a srácok megtanítják neked, és még megtanítanak neked ilyen különböző részeket, amik elengedhetetlenek egy faszakereskedési stratégiához. Az utolsó videóban pedig ezeket összeteszik neked, és megmutatják, hogy hogyan kell használni őket együtt, és hogyan használd a gyakorlatban. Na de nézzük, hogy összességében nekem mi is a véleményem erről a tanfolyamról. Marci, tudom, hogy érted a dolgod, és ezt tényleg a legnagyobb tisztelettel mondom neked, szerintem az elméleti rész lehetett volna egy picit pörgősebb, egy kicsit összeszedettebb, egy kicsit konkrétabb. Persze igazából lehet, hogy ez ízlés kérdése, lehet, hogy valakinek úgy jobban megragad az információ, ha egy kicsit bővebben körülírod, ha egy kicsit többet mesélsz róla. Én csak azt mondom, hogy én azt preferálom, ha egy kicsit jobban össze van szűkítve a videó, tényleg egy picit konkrétabb, egy picit rövidebb, és azt akár többször is megnézem, hogy jobban megragadjon az információ a fejemben. De a lényeg az az, hogy a fontos információkat átadtad, amit meg kellett tudnunk, az megkaptuk, és a nap végén igazából ez az, ami számít. Igazából a kereskedést érintő videókra is teljesen hasonló a véleményem, szerintem azokat is lehetett volna egy kicsit szűkebbre, egy kicsit konkrétabbra, hogyha valaki újra akarja nézni ezeket, akkor ne vegyen el annyi időt, és könnyebben megkapja a szükséges információt. De ezen kívül a videók nagyon jól le vannak bontva, nagyon jól átjön az információ, és tényleg látszik, hogy a Kovaszefix-es srácok is értik a dolgukat, mert nagyon komoly szakértelemmel vezették le az egészet. Az őszinte véleményem pedig az, hogy a nulláról ugródeszkálnak tökéletes.
Hogyha nem vagy annyira biztos az angol tudásodban, és inkább magyarul tanulnál a kriptovalutákkal való kereskedésről, és tényleg bízol magadban annyira, hogy tudod, hogy végig fogod nézni a tanfolyamot, tudod, hogy oda fogsz figyelni, tudod, hogy jegyzetelni fogsz, és tudod, hogy ezek után megpróbálod az elméleti tudást implementálni a gyakorlatba, akkor ajánlom. Viszont ha egy kicsit már tapasztaltabb vagy a kereskedésbe, tudod, hogy mit hogyan kell csinálni, tudod, hogy mi mire jó, és tudod, hogy mi a következő lépés, akkor én a céljaidnak megfelelő egy konkrétabb tanfolyam után néznék. Tényleg ez a tanfolyam szerintem a kezdőknek való, de viszont nekik tökéletes. Kaptok egy teljesen jó rálátást a kriptovaluták világára, és hogy mi hogyan is működik, és felépítenek nektek egy fasz a stratégiát a nulláról. De ahogy mondtam, hogyha tapasztaltabb kereskedő vagy, akkor szerintem ez nem a te tanfolyamod. Ne érts félre, lehet, hogy tudnál belőle tanulni egy vagy kettő új dolgot, de szerintem inkább a te szintednek megfelelő és a céljaidnak megfelelő konkrétabb tanfolyam után kéne kutakodnod. És még arra fel kell hívnom a figyelmedet, hogy igen, nagyon fontos dolgokat tanulhatsz meg ezekben a tanfolyamokban, mint például ebben is. Igen, nagyon megkönnyítik a dolgod, igen, tényleg egy ugródeszkaként szolgálnak, de a valós gyakorlati tapasztalat nélkül, a valós gyakorlati lépések nélkül nem fog sokra menni. Így is, hogy én nagyjából tudom az elméletet, és tudom, hogy nagyjából mit hogyan kell csinálni, ezt az egészet majd a valós gyakorlati lépések fogják rögzíteni, az fogja rögzíteni a pszichológiámat, és az fogja rögzíteni a stratégiámat. Szóval fontos megjegyezned, hogy azért, mert megnézel egy tanfolyamot, az semmilyen biztosítékot nem nyújt arra, hogy innenstől kezdve csak 100%-ig nyertes pozíciókat fogsz nyitni. Mert ezt az egészet, amit tanultál, az elméleti tudást, az tényleg a gyakorlati tapasztalat fogja majd neked is rögzíteni. Ha pedig tényleg úgy érzed, hogy neked való lenne ez a tanfolyam, akkor a kurzushoz a linket betettem a leírásba, nézzetek rá a weboldalra, hogyha az árból pedig le akartok faragni 10%-ot, akkor használjátok nyugodtan a KZ10 kuponkódot, ami az én kuponkódom. Ha pedig tényleg bármi kérdésetek lenne, azt írjátok meg kommentbe, hogyha pedig egy kicsit hosszabb vagy hosszabb választ vártok rá, akkor keressetek bizalommal Instagramon, igyekszem válaszolni.